Munkácsy Mihály az egyetemes művészet egyik legjelentősebb festője volt. 1844-ben Magyarországon Munkácson született, és 1900-ban németországi Endenikben halt meg. Első nagyszabású és hírnevet szerző alkotása Síralomház című festménye volt, amely 1870-ben a Párizsi Szalomban aranyérmet kapott. Ez a mű az életművének egyik korai, de meghatározó alkotása volt. Később Munkácsy világa ettől a realizmustól olyan értelemben elfordult, hogy történelmi témájú képeket festett, ezek között a kiemelkedő műve volt a Milton című festménye, majd ezt követte a Krisztus trilógiának több alkotása, elsők között ez a monumentális nagyméretű kép Krisztus Pilátus előtt című műve. Azonban Munkácsy miközben ezeket a nagy képeket festette, közben intim jeleneteket is ábrázolt, ezeket szalonképeknek nevezzük, és ezek az életművében ugyanolyan festői értékkel rendelkeznek, és ugyanolyan fontos alkotások, mint a többi realista, tehát korai korszakának a realista művei, vagy a későbbi nagyszabású történelmi kompozíciói.